Kovács Imre polgármester sikeresnek értékelte a Kunszálláson május 28-án megrendezett Falvak Éjszakája programsorozatot. Az eredeti elképzelés szerint is egy mozgalommal szeretnék a kinőni magát a Falvak Éjszakája. Az idén másodízben rendezzük meg itt is, és a másik két faluban is. Hát az idén már két naposra sikeredik. Lényegesen tartalmasabb a program az elsőhöz képest, és reméljük, hogy ez az évek alatt kicsit még duzzad. Megfogalmazottak már, hogy merre, milyen irányba kell elmozdulni mondjuk a későbbiekben? Igen, hát az eredeti célkitűzések a fontosak, hogy megmutassuk a városban élőknek is, hogy a falukban is van élet, és igenis tartalmas élet van. A falvatlanság ellenszerét szeretnénk mindenkinek a figyelmébe ajánlani. Polgármester úr, korábban, amikor még az első készült a Falvak Éjszakája, akkor beszéltünk arról, hogy talán ez országos mozgalommá is válhat. Ebből lett valami, lehet valami? Azt gondolom, hogy lehet, sőt, már egy picit messzebbre kacsingatunk, hiszen a Székelyföldön a testvérfalunk is elindította ezt a mozgalmat, úgyhogy egy hónappal ezelőtt már az első Székelyfalvak éjszakáján is túl vagyunk, de a Vajdaságban a Gombos Béla barátom szintén szervezi, hogy ott is mozduljon meg a falusi kultúra népszerűsítése, és több bácsmegyei településből is erős érdeklődés mutatkozik. A rendezvény egyik csúcspontja a megrendezett kunsági bajuszverseny és bajusz királyválasztás volt. Ezen az eseményen bajuszosok sokaságával telt meg a tér. Volt itt kifent, magyaros és még ki tudja hányféle bajusz. A gyerekek pedig festettek vagy ragasztottak maguknak arcdíszt. Szilágyi Péter, a Magyar Bajusz Társaság alapítója úgy tartja, hogy a bajuszfesztiválok elsődleges célja a hagyományőrzés, valamint a bajuszviselet népszerűsítése.